Milyen eredményesen működtek a pécsi városi cégek 2021-ben? Ennek felmérésére írt ki közbeszerzést még októberben a baloldali városvezetés. Érthetetlen, hogy ezt miért most kell megtenni, mondja a városi Fidesz képviselője. 2022. decemberében végzi el azt a felmérést, ami a 2021, tehát a tavalyi évi céges eredményekre fókuszál majd. Hát talán nem ördögtől való azt feltételezni, hogy gyakorlatilag ez egy látszat közvéleménykutatás, és valójában majd lesznek a nyilvánosság számára nem megismerhető adatok is, amik már politikai preferencia felmérést tartalmaznak, és amiket jó eséllyel majd csak a polgármester és környezete tekinthet meg. Közben kiválasztásra került az a budapesti cég, amelyik ezt a felmérést végezheti. Barkóczi Csaba szerint nem meglepetés eredmény született. A szocialistákhoz közel álló Publikuszt hozták ki győztesként, több mint 17 millió forintot zsebelhet be, majd ezért a megbízásért a Publikusz, amelyről tudjuk, hogy a legrosszabb, a legpontatlanabb elemzéseket közölte az elmúlt években, mind a közvéleménykutatási adatok, mind pedig más szempontok alapján, legalábbis a sajtóban megjelent általuk kimutatott számadatok alapján. Ennek ellenére ők kapják a pécsi megbízást, mondja a politikus. A felmérés, illetve a megbízás szerepel majd a decemberi közgyűlés napirendjén. Itt bólinthat rá várhatóan a megbízásra a baloldali többség, a kissé megkésett 17,5 millióba kerülő felmérés elindítására.